Üdvözöllek! Ebben a videóban egy olyan programmal ismerkedünk meg, amellyel fájlokat tudunk titkosítani. Miután egy fájlt titkosítunk, azután annak a tartalma már nem lesz hozzáférhető, egészen addig, míg vissza nem alakítjuk szintén ezzel a programmal az eredeti formájára. Ha egy fájlt titkosítunk, akkor azt biztonságosan tudjuk tárolni, például egy pendrive-on, és magunknál tarthatjuk, és az elvesztése esetén sem áll fenn annak a lehetősége, hogy valaki hozzáfér a fájlhoz, illetve a fájlhoz éppen hozzáférhet, de hát ugye sok mindent nem tud vele kezdeni, mert titkosítva van a tartalma. Ezen felül, hogyha használsz valamilyen cloud szolgáltatásokat, például Dropboxot, akkor oda szintén titkosítva fel tudod tölteni. Így ha bármiféle probléma merül fel, olyan tekintetben, hogy illetéktelenek megszerzik az ott tárolt fájlokat, hát akkor sem nagyon kell aggódnod, mert ezeket a titkosított fájlokat visszaalakítani a jelszó ismerete nélkül, hát rendkívül nehéz. És ráadásul még ennél erősebb titkosítás is van, mint amit ez a program használ, de ez átlagos felhasználásra igazából elég. Van több ilyen program, most ezzel ismerkednék meg, ami ezen a weboldalon érhető el, ez az AxeScript nevet viseli. Hogyha ide kattintunk a downloads-ra, akkor ezt le is tudjuk tölteni. Viszont felhívom a figyelmed, hogy ahogy itt írják is egyébként, ez a telepítő tartalmaz egy ilyen OpenCandy nevezetű kiegészítő dolgot, amely lehetőséget ad a programok fejlesztőinek arra, hogy egyéb programokat helyezzenek el a telepítőben, hát nyilvánvalóan reklám céllal. Viszont ez az OpenCandy-t egyes víruskeresők nem igazán szeretik, és jelezni fogják, hogy ezzel a fájlral valamiféle probléma van, ami önmagában még nem is lenne nagy gond, de tipikusan úgy jelzik, mint egy nagyon komoly vírust, pedig itt igazából nem erről van szó. Ez pusztán egy reklámozási céllal van elhelyezve, ami probléma lehet, hogy egyes esetekben a telepítők megváltoztatják a böngészőknek például a kezdőlapját vagy a keresőjét, ami hát általában nem túlságosan szerencsés. Ez ellen persze lehet tenni a telepítés során, ezt nem kell elfogadni, és akkor megvan oldva a probléma. De mindenképpen fel akartam erre hívni a figyelmet, hogy ne lepődj meg, nem egy vírusos programot ajánlok éppen, hanem csak az OpenCandy miatt van ezzel a probléma esetlegesen egyes víruskeresőknél. Szóval le kéne tölteni ezt a telepítőt. Nem egy túl nagy méretű telepítőről van itt szó, tulajdonképpen le is töltődött, és azért, hogy megmutassam, most én fel fogom ide tölteni, ez a weboldal több víruskeresővel is meg fogja nekünk vizsgálni. Egyszerűen csak áthúzom ide, és akkor beállításra került a fájl, ellenőrizd. Látható, hogy ezt már valaki ellenőrizte egy órával, hát másfél órával ezelőtt, az nekünk tökéletes lesz. És igen, látható, hogy 55 víruskeresőből 17 talált a problémásnak, azonban a nagy többség felismerte, hogy OpenCandy-ről van itt szó, nem pedig egy vírusról. Hát mindegy, ennek ismeretében telepítsd, vagy ne telepítsd. Mint mondtam, ebben vírus valójában nincsen, csak ez az OpenCandy jelenti a problémát. És akkor hát el is indítom a telepítőt. Elfogadjuk a használat feltételeit, és itt kell figyelni, ezt itt ki kell venni. A másikból is eltűnik ilyenkor, és akkor nem fog történni semmi egyéb extra program telepítése, illetve nem fogja megváltoztatni a keresőt és a kezdőlapot sem a böngészőkben. Ennyi igazából, ez az, ami problémát okozhat. Erre oda kell figyelni, de erre oda kell figyelni amúgy is minden program telepítőjében, mert hajlamosak ilyeneket elhelyezni a fejlesztőik a telepítőkben. És akkor telepítés. Hát túl sok mindent nem kérdez, hogy hova szeretnénk telepíteni, regisztrálni, ezt most nem akarjuk. És finish. Ezzel készen is vagyunk, ezek után, hogyha szeretnénk egy fájlt titkosítani, például egy TXT-t, de persze tud más típusú fájlokat is titkosítani, akkor jobb egére rákattintunk, és itt van, titkosítás. Hát be fog kérni egy jelszót, amit ő kulcsmondatnak nevez. Nem véletlen mondat, mert itt nem arról van szó, hogy egy három karakteres, rettentő gyenge jelszót megadunk, hanem itt egy jó hosszú jelszóra volna szükség. És akkor van itt egy ilyen, hogy kulcsfájl, ezt is meg fogjuk majd nézni. Jegyezze meg a visszafejtéshez, legyen alapértelmezett titkosításnál. Ezeket be lehet itt jelölni, és akkor majd látjuk, mi történik. Látható, hogy ez itt meg is változott. Ha most ezt megnézzük, hát igen, megnyitva, akkor itt egy ilyen zagyvaság van a normális szöveg helyett. Ha szeretnénk ezt visszaalakítani, akkor jobb egér, és visszafejt.
Ennyi. A jelszót nem kéri, mert az előbb ugye bejelöltük, hogy azt jegyezze meg. De arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy a jelszót azt jegyezd meg, mert ha később bekéri a jelszót és nem emlékszel, akkor gyakorlatilag az a fájlod az elveszett. És ez igazából így működik, ennyire egyszerű. Jobbegér, kiválasztjuk, titkosítás, és ennyi. Ezek után ez már egy ilyen zagyvosság. Visszafejt, akkor visszaalakítja. Ennyi. Megint jobbegér, és van egy ilyen, hogy titkosítás exe fájlba. Látható. Itt egy futatható exit készített, és itt meg kell adni azt a jelszót, amivel mi titkosítottuk. Be kell állítani, hogy hova szeretnénk ezt elhelyezni. Csak ugye nekem már van egy minta, ezért most ezt átnevezem, mentés, és kész, ott van, látható. Tehát ilyen exében is ezt meg lehet oldani, hogyha valakinek ezt például elküldjük, de nem szeretnénk, hogy hozzáférjen esetlegesen akárki a tartalmához, hanem egy jelszót külön megadunk, és akkor ezt így meg tudja oldani. Persze ilyen a különféle tömörítő programoknál is van, hogy jelszóazni lehet egy ilyen önkitömörítő állományt. Most akkor ezt törlöm, és akkor itt van egy ilyen jobbegér után kulcsfájl létrehozása. Ezt célszerű elolvasni és megfogadni az itt leírtakat. És egy úgynevezett kulcsfájlt kell nekünk létrehozni. Hát ez tulajdonképpen egy szimpla szöveges txt fájl, amiben lesz egy jelszó. Mentés. Itt is kapunk egy figyelmeztetést. Ezt is célszerű megfogadni. Rendben, és itt van a kulcsfájlom. És valóban egy ilyen jelszó van benne, csak hát ez már elég nehezen megígézhető. És ha most itt azt mondjuk, amint a txt-n egy jobbegér, és titkosítás, akkor látható, hogy igen, titkosította, de még nem a kulcsfájlt használta. Ezért azt kéne tenni, ezen egy jobb megér, és akkor törölje a kulcsmondatokat a memóriából. Ezzel ezt elfelejtette, megint jobb megér, és akkor titkosítás. És mivel már ugye törölte a memóriából a kulcsmondatot, most már újra meg kéne adni, vagy pedig a kulcsfájlt is használhatunk. Tegyük akkor most ezt. Itt is kapunk egy figyelmeztetést, ezt is célszerű megfogadni. Rendben. És itt van a kulcsfájlom, ezt kiválasztjuk. Megint van ez a két opció, hogy egyezze meg a visszafejtéshez, legyen alapértelmezett titkosításnál. Rendben. És készen van, amint látható. Nyomok rá egy jobbegeret. Visszafejt. És már is visszaalakította. Meg hát itt van néhány egyéb opció. Az exit aztán megnéztük, de van egy ilyen, hogy megsemmisít, meg itt a nyelv, titkosít és másol, ezt is megnézheted, de igazából a lényeget ezt megnéztük, úgy gondolom. Szóval ez ilyen módon működne, amire oda kell nagyon figyelni, hogyha kulcsfájlt használsz, akkor az véletlen se vesszen el, mert akkor később a titkosított fájlok visszaalakítása már igencsak problémás lesz, leginkább lehetetlen tulajdonképpen. Ezért azt nagyon el kell tenned, hogyha nem kulcsmondatot használsz. Viszont innentől kezdve ezeket a titkosított fájlokat, hát tulajdonképpen akárhol elhelyezted, ezeket visszaalakítani rendkívül nehéz. Hétköznapi eszközökkel tulajdonképpen lehetetlen.